Szervuszok, szervusztok! Sziasztok, ez itt újra a Tanul a Noob, én vagyok a Noob, itt pedig a mesterem Krisz éppen mellettem, ez még rímelt is, mit szóltak? Nagyon örülök mindannyian, mestereid is, a nézőid is, és azok is, akik várják a bukásodat, hiszen eljött az a rész, amikor végre húsvér emberekkel megküzdhetsz, úgyhogy szerintem eső is nöktön neki a meccskeresésnek, mert az akár 2-3 percig is eltarthat. Úgymond bedobunk a mély vízbe, de ez nem annyira mély víz, ez egy sekély víz. Itt olyan játékosok ellen küzdhetsz, akik hasonlóan hozzád még kezdők a Dota 2 világában, és 20 olyan hős közül választhatsz, akiket viszonylag könnyű irányítani, viszonylag könnyű velük játszani. Köztük lesz egy-két olyan, akivel eddig is játszottál, és most azokat a dolgokat kell majd ismételned, illetve kamatoztatnod, amiket eddig felvettél. Emlékszel még ezekre, ugye? Last Hitel és Maradj a creepek mögött. Bocs, hozzám beszélsz, kicsit elbambultam. Tehát a denialás az még egyelőre nem, de az összes többi dolog így remélem még benne van a fejedben. Persze, persze, old cool, meg kat, meg visszafordulás, meg menekül mindig csicsón, ahogy kinyíl, meg igen, emlékszem majdnem mindenre. Mindig próbálj meg figyelni arra, hogy mi van a környezetedben, és akkor majd most nem lesz semmi baj. Egyébként körülnézek, van itt egy Xbox van, meg van egy játék, van egy... Igen, Gamergate van. Igen, igen, meg vagyunk vesztegetve. Dota 2 az a baj, hogy ingyenes, ezért nem írtunk róla jót. Ahhoz képest az évjátéka lett a PC grubban tavaly, tehát ja, oh, nem írtunk róla jót, és te írtad a cikket, ahol itt kb. Szénnél dicsérted az egészet. Hát ne jó, az a baj. Mm-hmm. Csak nagyon bosszantó tud lenni, és remélem most engem nem fog felbosszantani itt téged, illetve a kis bénázásod, de előre szólok, hogy ez egy olyan játék, hogy barátságok mennek tönkre benne, úgyhogy így öten összeülnek haverok, annak a vége általában az lesz, hogy soha többet nem beszélnek egymással. Úgyhogy ha itt nézem azt, amit te itt csinálsz, és az lesz, hogy csocsó ne, és még mindig ugyanazt csinálod, hát akkor először is nagyon pici darabokban fogsz hazamenni. Ugye másodszor is. Ugye mindenki bejelölte Kriszt és barátait. Igen, köszönjük Steam-en. Szépen. Szóval nagyon-nagyon könnyű felbosszantani magadat ezen a játékon. Te szerintem most nem fogod, mert nem fogod tudni, hogy mi történik így nagy hirtelen. Én egyébként nem szoktam. Én akkor szoktam idegeskedni egy játékban, nem multiplayerben nem szoktam, hanem csak így single playerben, hogyha mondjuk csal, vagy olyan direkt tudom megtervezni, hogy szívassa az embert, azt nem szeretem. Én azon szoktam itt csak bosszankodni, amikor elkezdenek engem, hát hogy mondom, beállítani bűnbakként, hogy én miattam veszítjük el a meccset, holott ez egy csapatjáték, és soha nem egy emberen múlik egy mérkőzés, vagy nagyon ritkán általában. Hát nekem a múltkor te azt mondtad, hogy ha egy ember elcseszi az egészet, igen, a koronontól kezdve nagyon vége. Nehéz. Lehet, hogy az a másik négy is tudja kompenzálni egyébként a te bénaságodat, de nagyon sokszor a csapat összeállítása hiba egyébként. És akkor én például a randomokat szoktam játszani, hogy gyakorolhassak minden hőse, és olyan csapat kiosztás jött nekünk, ami tényleg így már előre láttam, hogy lehetetlen megnyerni, ez most tegnap játszottam ilyet, azt hiszem, és rögtön nekem esett mind a másik négy játékos, hogy miattam nem nyerünk, holott aztán tényleg egyáltalán nem erről volt szó. Mindig ez szokott lenni, ó, elfideltett topot, ó, elfideltett bottomot, meg midet, és akkor azért veszítettünk, aztán, na mindegy. Én csak egyszerűen annyit mondok, hogy béna vagy, kész. Igen. És rosszul tanítottál, kész. Egyébként már 3 perce várunk lesz ebből még a játék. Nagyon bízok benne, egy kicsit szünetelünk, aztán ha játék lesz, majd visszatérünk, jó? Rendben. Hát visszatértünk, sikerült meccset találnunk kb. 100 évvel később, most már hosszú szakálunk van. Kevesen játsszák ezt a Limited Heroes-t, úgyhogy már mindenki szakavatott Dota játékos, csak mi nem, amit én nem. Maradva. Én vagyok a noob. Gondolkoztunk azon, hogy bemegyünk rendes meccset játszani, de aztán... Én gondolkodtam rajta, és Krisz megtiltotta. Nem értem amúgy, hogy miért. A felháborodást szeretném elkerülni. Na! Látod, Radiant leszel. És nézzétek, hogy Dagosta nevében játszom, tehát őt rontom teljesen. Orcsárka völtink, tánkje... Húha, sok a civil betűs címboránk, azt már most látom. Ja, aha, igen, igen, igen. Na, válasszuk ki gyorsan, menj oda. Én a kék lányt. Fönt a kereső, igen. Keresőre nyomjára. Draw. Gyorsan, őt draw. Akartam. Ah, jó. De eleve őt akartam volna. Tudom. Leveszem a haját. Ne vedd le. De leveszem. Na, igen. Jó. Adjad békén, ne. A jó kis szetteket állít. És most bepörgetjük. Jelöld be, hogy te vagy miden. Mit szólnál hozzá, te lennél miden. Ha, ha, és nem áll meg? Tehát... Köszönjük.
Na, emléksz, várjál, most tényleg most komolyan csacsó. Igen. Első dolgod a tárgyvásárlás, a kezdő tárgyőröt megvásárolni. Uh-huh. Azt ne felejtsd. Uh-huh. Utána, amint látod, a középső sávon fogsz harcolni egyedül. Aha. Nagyon gyorsan, hát ahhoz képest, ahogy lent játszott, tehát gyorsabban fogsz szinteket lépni. Ne felejtsen mindig pakolni így a szintekre. És koncentrálj. Nézd a térképet, majd segítek, hogy mikor, hova, merre. És segítened kell, majd ha eléred a hatos szintet, segítened kell lent. Vagy fönn, de inkább lent majd a társaimnak arra, hogy bekenkeljük a többieket. A társaimnak, akik azt írják, hogy Askár, igen, sajnos, Csebics, Rodon, Tanya, oroszul meg kellett volna tanulnod előtte, de... Egyébként ez mit jelent? Nyomja erre a csatába lépés, Draw Ranger. Ne, ott, ott. Kezdőtárgyak megvásárlása. Nem! Ah, az kezdőtárgy? Nem, ez kezdőtárgy. Jó, mindegy most. Már mindegy, mindegy, mindegy. Fejlesz le a szintedet. Itt ennyi a képesség. Azt, amelyik a narancs, így van. Így mindig van. A narancsot kell. Jó. És szagat a játék, ez normális? Szagat, nem baj. Menjünk a középső sávra, megyünk játszani, jó? Megyek, utom vagyok. Egyébként maradj itt, amíg nem jönnek a creepek. Kicsit előrébb mehetsz. Azt szokták egyébként a játékosok csinálni ilyenkor, hogy föltartják egy icipicit a creepeket a testükkel, és egy-egy ilyen tized másodpercen megakadnak a creepek, akkor ezzel a sávok tolódást is tudják módosítani, tehát egy kicsit közelebb kerüljön a te tornyod alá azzal, hogy hátráltatod a creepeket, így a harc eltolódik egy icipicit, és a te tornyod közelébe lesz, ami neked elő. Egyébként most hol vannak? Kik? A creepek. A creepek még nem jönnek, majd előbb fönt van a képen, a tetején középen egy visszaszámláló. Ha az eléri a nullát, akkor indul a játék. Akkor még 18 másodpercünk van. Igen, ilyenkor egyébként hasznos kimenni, megnézni, hogy van-e rúna, de most annyira nem bonyolítjuk meg neked a játékot. Örülj, hogy egyáltalán tudod, hogy miről fog szólni itt a dolog. A boltot azt nyisd meg, és keress egy olyan dolgot, amit majd gyorsvásárlásra betehetsz, mondjuk arra nyomj egy shift és egy bal gombot. Shift, bal gomb és gyorsvásárló listán van benne, ez azt jelenti, hogy majd, hogyha megveted, váltsák ki a boltba és kövesd a creepeket. Így, menjél velük középre. Közép, közép, azaz. Nagy a felelősség a középső játékos vállán, csak mondom, nem akarom növelni a stresszt, lászítelgessél. Nem menj nagyon előre, maradj mindig a folyónak ezen az oldalán. Mehetsz is. Nagyjából majdnem sikerült. Nem, autót okoz, vigyázz. Látod? Ja igen, az autótakot nem lehet egyébként megszüntetni valahogy, meg lehet, mert valahogy a így, múltkor én jobban szeretem így, hogyha így van, hogy inkább elkattintok onnan és... Na, látod, még nincs lasztítod. Tudom, látom. Dináljogass akkor. Ne, ne engedd, hogy téged lőjön. Mindig a lasztítnél hagyod ott a célpontot. Próbálj egy kicsit figyelni erre. Szintet lépnél, használd. Megismerés. Mehet. Vigyázz meg, az ellenséges játékos az néha megkóstolt téged. Igen, látom egyébként, azért nem találtál, mert ő lentről lőtt fölfele, és ezért misszelt valószínűleg. Marad tehát hátul, itt működik marad... tulajdonképpen a 3D-s. Igen, igen. Menj vissza, mert már nincs creeped. Fejlesztjük ezt, így van, és menj lasszítani vissza. Ennyi. Tartsd a kezed az Alt-Q-n, hogy mikor kell majd a ellenfélre használni, ezt kész. Már valaki csinált is egy first hit, menj, ezt lőheted előtt valaki. Ha, tökéletes. Denyold a tiedet. Mindegy, nem baj. Last hit. Deny, last hit. Erre. Ez a két dolog menjen az eszedben most így folyamatosan. Azaz. A fenyén. Azt lövi a torony, lőheted. Jó. Szintet léptél megint, ne felejtsd el rakni, az mindig nagyon fontos legyen. Jó, mehetsz, lőheted azokat. Ott. Nagyon jó. Tudsz majd vásárolni, arra is figyelj. Vissza, mert nincs creeped. Azt még ledináljolhatod volna vissza a torony mögé. Erről van szó, creepek mögé, és lőhetsz már is. Nagyon jó. Fejlesztesz skilled. Tehát a játék elejét tulajdonképpen végéről szól. Így van, így van. Vedd meg a tárgyakat, amiket tudsz. A legelsőt. Mális. Csak egy, nem kell, ott van. Gyors vásárlásban van. Jó, bal gomb, még egy. Jó. Vissza. Amit jobb gomb, ugye? Jobb, bocsánat, igen. Nagyon jó. Valaki leállította a játékot, ilyenkor ez szek. Na, az fordít a koroszról. Tehát
valakinek problémája van, és ezért szólt, valaki probléma, ajtócsengője, ez itt tökéletes. Ugyanúgy szoktunk várni egyébként mindig, csak olyanokra nem, akik így 5-10 percre eltűnnek szó nélkül, vagy szó nélkül állítják le a játékot. Jó, gondolom, ő itt egyrészt beírta, hogy szek, másrészt gondolom, hogy bármi közben jöhet, most egy pár másodpercet igazán lehet várni. Nem tudom, hogy nem vagyok... Mert last is... Most egy kicsit kóstolgathatod az ellenséges játékos, bár Viper vigyázz, mérgez. Menj onnan! Ez az, mert lefele lőttél, szerencséd van, de látod, hogy milyen csúnyán megmérgezed? Menj vissza, mert lőni fog téged. Látod, be is ment a torony alá, nagy butaság volt tőle. Vedd meg a receptet és szállítás kész utcát. Nem az, az. És jó, maradj tovább. Szintet léptél, fejlesz duplavét, ötös szintű, vagy még egy szint, és már mehetsz is lentre. Igazad volt, egyébként tényleg gyorsabban működik a játék, tehát érzem, hogy gyorsabb az egész. Igen, itt középen egy kicsit pereg az élet. Amúgy mi ebben a játékban a könnyítés azon kívül, hogy kezdőjátékosokkal egyébként semmi, tehát ez a valódi Dota 2, amúgy itt most amit játszom? Hát publikus mérkőzések, itt nem kell komoly játékosokra számítani. Persze összefuthatsz profikkal, akik belőltek, mit tudom én, 2-3 ezer órát már a játékba. És poénból bejönnek ide írtani a szegényeket. De ide nem szoktak épp, azért mondom, hogy de már azért sem nagyon, mert innen úgy elmehetsz ebből a játékból, hogy nincsen semmilyen következménye. Komolyan? Igen. Ezt nem is tudtam. Igen. Ez régen nem így volt, de most már így volt. Gondolom rá, ott volt egy másik is. Nem, az a Courier volt, aki kihozta neked, most fejlesztette ki. Azt lőd, az dirályod le. Nagyon ügyes, menjél vissza. Megyek. És most megkóstolhatod a Viper, te is. Alt Q-ba. Na, visszament ilyenkor már te is. Látod? Mindjárt 6-os lesz a... Lőtted? Ez az nagyon jó volt, csak mérgez nagyon durván. Szállítassál ki magadnak egy tangót, ezt nagyon gyorsan. Nyisd meg a boltot, bolt. Az kérlek szépen az a zöld levelecske, egy jobb gomb. Jó, most maradj így, válasz ki a 6-os skilleret, zár le az üzletet. Jó, és szállítass ki most már, a Courier jön is visszafele. Ezt várd meg, mert alig van HP-t, bár már ma kéne menned izélni, genkálni. Menjél inkább lefele, mutatom a mini térképen közben, hogy hova menjél. Oda, azaz, nagyon jó helyre kattintottál. Át tudok vágni az erdőt? Átmegy magától, igen. Útvonalkeresésben 5-ös. Nem, az csak, hogy nem támad meg valamilyen... De megtámadhat, csak creepek nem, mert nem mész közel hozzájuk, akkor nem. Ide menjél, látod? Oda. Várd meg, míg ők egy kicsit visszavonulnak. Ne menj a sávra ki, hanem így oldalába maradj az erdőnek. Maradj itt, ne menj ki a sávra. Ott, úgy. Maradj ott, nyom meg kétszer az Y-t, hogy feltöltődjön az életerőt. Nagyon jó. Most várd meg, míg kijönnek, kapcsolod be az Alt Q-t, és tedd a kezed a W-re, hogy mikor jön az ellenfél, akkor meg tud élni. Mindjárt kijön neked a Courier, egyébként feléd jön, csak az a baj, hogy nagyon betolták a sávot. Ez egyébként a társait hibája most. Föntről el is foglalták a középső sávot, visszajönnek. Most hát a W képességemmel ezzel a... A Silence, az majdnem, hogy beblokkolja az ellenfél játékosát. Látod, most mellé jött, maradj ott. Dupla V és bal egér. Dupla V és bal egér, már mehetsz. Ne onnan, fönt, onnan. Azaz. És nyomjad rá. Ne arra, úgyni. Most arra, a másikra. De ne menj vissza. Mindegy, ne menj a torony alá. Kapcsold ki a Q-t. Onnan lővi a Viper, látod? Hogy került ez ide? Hát ő is oda ment. Most tűnj onnan, hát egyedül van. Nagy baj van, nagy gáz van. Bizony, hogy nagy gáz van, nem szabadott volna oda menned. Hát de figyelj, tehát mondtad, hogy menjek arra. Tehát de ne arra, megjelentek. Hanem lefele. Szóval ne a szájába a másik három játékosnak, hanem figyeld azt, hogy hol vannak. De előbb meg azt mondtad, hogy miért állok meg, tehát hogy keressem meg. Utána mentem, és azt mondtad, hogy miért megyek utána. Nem ő rájuk értettem, hanem ezeknek, hogy miért mentél. Mindegy. Előbb kellett volna észrevenni egyébként, hogyha van hang, az a baj, nem hang. Állj meg, vegy észrevolt és menjél úgy ki. Igen, egyébként ez jobb, ha mindenki tudja, hogy hang nélkül játszunk egész egyszerűen lent. Mert hogyha most én azt mondom, hogy... B lenti. Lenti talán. Ide? Utána menjél be az erdőbe és balról kerüld meg, arról az egészet. Mert ha most mi hanggal játszanánk, akkor az is nektek nem ment úgy, nekem jobb lenne nyilván, oda, de... Oda be. Készülj fel, hogy bármikor találkozhatsz ellenféle és vissza kell vonulnod.
Menjél onnan. Most menjek, vagy maradjak? Nem, nem mondtam, hogy menjék ki a sávra. Maradj az erdőben. Most kimész a sávra, látható. Ez nem az erdő? Nem, az már majdnem, hogy a sáv, ott már látható vagy. Itt, így, nagyjából így nem vagy látható. Mivel hiányzik három hős, látod, sőt, az összes ellenséges hős hiányzik, ezért nagyon veszélyes helyzet van. Bármikor lehetnek itt, nincsenek vargyaitok, semmit nem láttok rá a térképre, és ez egy nagyon nagy hiba. Most feljött a nap, ezért jobb lesz a látási viszonyok javulnak. Azt tudod csinálni, hogy segítesz itt lent betolni ezt a tornyot. Menjél, segíts nekik, látod? Creepy-jeitek vannak, van plusz ostromgép is. Nem kell kúg, az kapcsolod ki, és a tornyot lőj, tornyot. De készülj fel arra, hogy jöhetnek. Ott egy hős. Vigyázz, hívja a manádat, vagy nem a tiédedbe. Nyomjak rá egy duplavét? Nem, csak készülj fel arra, ne menj be a torony alá, semmiképpen, menj onnan. Már engem észrevett. Már meg fogsz halni valószínűleg. Behogyan. Jó, fordulj vissza, segítenek a társaid. Ott az gyógyít, menjél oda, ne a creepeket lőd, hanem a... Igen. Jó, lőd a creepeket. És most lőd a tornyot. Ne menj ennyire előre, menj hátrét. Nem szabad ennyire. Mindig arra készülj, hogy itt vissza kell menni, ilyenkor most nagyon-nagyon veszélyes helyen vagy. Csak a tornyot lőd. De mennyi a lőtávolság? Ekkora a lőtávolság, most magzba vagy. Most már le tudod lőni a tornyot, nem? Ez az nagyon jó. Menj vissza teljesen. Elpusztítottátok a tornyot, nincs több dolgod ezen a sávon, be kell menned középre. Így használj egy tangót egy fán, nem ment egy harmad életerőd, Y és egy fa. Jó, és menjél be középre, vissza a helyedre. Mini térképen kattints, az a legegyszerűbb. Na ott is jó, csak egy toronnyal följebb inkább. Úgy. Közben nézed azt, hogy hol vagy, mert bármikor kell szembe találkozhatsz valakivel. Így. Tartsd a kezed a billentyűzeten. Van pénzed, nézd meg, mit kéne venned? Menj a torony alá. Alá. Menj onnan, mert a Viper nagyon könnyen szétszedhet. Úgy. Fejleszd a skillt. És nyisd meg a boltot. És shift, bal gomba, csizmára. A alaptárgyaknál. Azaz. Shift és bal gomb. Vedd meg mind a kettőt, vagy legalábbis az egyiket meg tudod. Azt nem tudod, de szállítasd is ki majd. Á, nem kell. A kis csizmára nyomjál rá, ami mellette van az ikonodnak. Majd jó, valaki rányomott, oké. Benne van a gyorsvásárlásban a másik komponense, mert ez a Power Tritz nevű csizma két, illetve pontosabban három komponensből áll, és abból egyen már megvolt, az alapcsizma. A másik kettő hamarosan kiszállításra kerül. Most valaki le akarja támadni a középső sávon lévőt, vagy pingeltek rá legalábbis. Készítsd a kezed a duplavén, és ezen nagyon veszélyes célpont az, ott fönt van a buli, látod? Oda kéne menned, de úgy kéne menned, hogy hát valahogy úgy ott a kertek alatt. Itt keresztül? Ott. Hát nem, inkább át a folyón, de ott középen kell, látod. Aha, ott. Itt menjek be? Ne, ott ne. Itt menjek oldalt. Szélen, így van. És ott menjek le a vízbe. Ott is lemetsz, így van. Csak óvatosan, mert itt oldalba kerülhetnek, csak siess, mert már többiek harcolnak. Föl. És ott az ellenfél. Balra, ott az ellenfél lesz a lépcsőn, vigyázz. Nagyon vigyázz. Dupla V-re, tehát menjél följebb. Ott vannak ezen, ott van a dupla V-n. Jó, oké, elmentek. Jó, ők már az én testem. Jó, oké, a tornyot nézd meg. Balról kerüld. Úgy, balról. Miért nem van ilyenkor, hogy miért van balról, mert azért, jobbról jött az ellenfél? Azért, mert creepek mögött kell maradnod mindenképpen. Nem lehet, ott van négy ellenséges creep. Ez az lőd. De őt, menj onnan, mert a torony téged fog lőni. Nem mehetsz be így a torony alá. Tűnés onnan teljesen hátra, mert meg fog ölni. Jönnek a creepek. Meg fog ölni. Ah, ez az. Tűnés onnan. És hihetetlen, hogy a társaid meg visszamentek. Menj még teljesen. Igen, egyébként látható, hogy annyira még nem... Tehát itt például nekem egyelőre egyáltalán nem jönne, hogy ez egy csapatjáték. Most, ahogy így játszom, nekem önérzésem, amire egyedül próbálnék meg valamit csinálni. Igen, nem tudom, hogy ez... Későn mész oda, egyébként annyi, hogy ők próbálják tenni a dolgukat, csak nincs összehangolt, nem menj előre, sajnos látod. Na, még mindig nézd ott a társait, hogy elintézték ott a többieket. Megint használj tangót, mert még mindig egy harmad életerőm vagy. Nézd meg a boltot addig. És arra gyújjál rá pontosan, a Shadow Blade-re. Shift balgom. Menj onnan. Creepet mögé. Jó, inkább már visszafordulhatsz. Kapcsolt ki a fagyasztást. Fejlődtem. Azt is használ.
Nagyon jó. Gondolod, menj vissza teljesen a bázisra, ilyenkor mini térképen a trákattint, azt mondjuk a narancssárgára, ott teljesen a legsarkába a képernyőnek. Oda, újni. Elindul vissza, addig... Egyébként mi értelme vannak, hogy a játék tanácsolja azt, hogy bizonyos dolgokat fejleszek, de gondolom nem mindig érdemes követni. Ez a guide tanácsolja, amit éppen használunk, és ezeket a guide-okat olyan játékosok csinálják, mint te vagy én, csak éppen sokkal profibak ebben a játékban. Uh-huh. És összeállíthatsz akár magadnak is egy ilyen fejlődési cuccot. Menjünk vissza a sávodra. Úgy, hopp, látod, mi történik? Menjek oda? Oda menjél, hárman jönnek, így mi? Középre. Ilyenkor érdemes lett volna teleportal, váltsuk át a csizmát agility-sre. Azt nyom meg. Még egyszer, mert most intellektes, egerít is, nagyon jó. Menjél segíteni, alt-kult már kapcsolatod is be, mert nagyon sokan lesznek. És óvatosan, nagyon óvatosan. Jó, a társaid már előre nyomultak, menjél segíts nekik, hagyd a creepeket, ne bánsd. Tovább, menj velük. Ez az, menj velük. Még. És ott vannak, azaz, segíts nekik. Jó, most azt a másikat is lőd. Nagyon jó tornyot. Vissza teljesen, vissza, creepek vannak, nincsenek creepek. Jó, most fordulsz vissza. Azokat lőd úgy, mi? Utána meg a tornyot. Ha meg ellenséget látsz, azonnal visszafordulni. A creepeket lőd le az összeset. Úgy, és közben a Witch Dokit segít nekem. Egyelőre jól állunk egyébként, nem? Ha jól látom. 17-9, úgyhogy ez igen, jól látok. Amint elkezd lőni a torony, más perc, vissza, mehetsz, még, duplavét majd hátra, készítsd. Nagyon jó, menjél onnan. Menj, ne arra, te putus! Csak rájöttem még. Hárman mutást. Vannak, egyedül vagy. Nincs manája a Witch Dokinak, nincs ultia, ha jól látom, nincs ultia, úgyhogy semmi esélyetek. Aztán a maradék tangódat egy fán, és... És maradj itt, szedegesd a creepeket, itt jönnek, látod? Alt-kút kapcsolt ki. Közben iszok, meg kiszáradok. Ja, Krisz annyira izgul szegény, hiszen az ő profiljával játszom. Nem izgulok, csak sokat dumálok. Biztos rohadt idegesítő is egyébként, de... Igen, mert akartam mondani, de egyébként nem annyira vétes. Ott van ez a rossz arcú. Maradjott. Menj a társaid után, lefele mentek, ott látod? Menjél. Lefelé, úgy érted jobbra. Igen, ott lefele. Ott azt... Vissza. Kövesd a villámembert, látod? Kövesd. Maradj mögötte. Úgy. Kapd el dupla V-vel a Leont. Menjél utána. Az. Menj. Ott azoknak segíts. Dupla V, tudod majd. Tudom. De messze vagy. Menjél még. Ne maradj le. Segíts neki. Ott a játékosra lőj. Ott van. Azaz. Ne hagyd el. Jó, most menj a következőre. Vannak még? Nem tudom, nem látom. Szerintem nem. Menjünk innen, mert torony. Megint a creepek mögött maradj. Igen. Vedd meg a kardot a két tárgy közül, úgy mi. Nagyon jó. És most lőhetsz tovább a tornyot. A torony bement. Jó, most creepeket lőjétek tovább, maradj meg. Szintlépés. Balról fönt jön egy ellenséges játékos, ott van. Ott az erdőben, ott. Megy utána mindenki, látod? Megyek én is. Úgy csináljad. Közben fejlesztettem. Nagyon jó, ennyi utána. Nem érített utol. Nem valami gyors egyébként a karakterem, úgy vettem. Nézzél be jobbra. Na, ott torony van. Ott arra lőj. Ulti. Francba. És lőhetsz rá, ilyenkor ne fordulj el. De nagyon kevés HP-n van, tehát tényleg. De nem baj. Látod? Ez az, amit mondtam, hogy nincs az, hogy most úgyis meghalsz, csak legalább egy killel többet volt. Nincs az a biztos pont, hogy mikor kell visszafordulni, nem lehet megmondani. Egy kill, kaptál 500 aranyat, vagy 200 aranyat, érted? Nagyon sokat számít. Majdnem biztos volt, hogyha torony alá bemész, még mindhárom tornyuk ott áll a bázisukon, az így kb. A biztos halál volt egyébként, de te csak követted a társaidat, de az volt az, ami felelőtlen volt. Egyelőre nyerésre állunk egyébként. Ezt már majdnem biztos, hogy megnyeritek. Most már nagyon el kéne szúrni, hogy elveszítsük én szerintem. Az igazság, hogy a védekezőknek azért sokkal jobb volt, ott lent mi történik, mindig nézze a térképet, hogy hova portolj ki, vegyél teleportokat csak.
add el azt a falgát, amelyik jobbra az inventory. A tárgyakat még nem mindig ismerem, hogy melyik se teleporttak. Azt ben van rögtön izébe. Igen. Azt add el azt a falgát, arra már nem lesz többen szükség, jobb egérgombra és eladás. Így né. És most mindig a Shadow Blade-re küzdesz, a szállítás ki neked a kardot. Válj meg, nyom meg gyorsan! Jó, oké. Okay. Kivitte. Jó. És most menjek utánuk ott a zöld után. Már megcsináltam. Tudom. Már teleportálok. Tudom, már kint is vagy. Azaz. Menj és segíts nekik gyorsan föl, mert hárman ott küzdenek. Neki nagyon kevés a HP egyébként. Nem baj, láthatatlan. Toronynak kell koncentrálnod, de bal oldalról jöhetnek. Igen, látom, figyelem egyébként. Tornét lőtt. Bal oldalt ott vannak, mennyi segíts a Bounty Hunternek? Ott, kukukukukukuk, dupla V! Minden használd, a Q-t meg a dupla V-t. Tiszt elvesztettem, hogy fontos felemélkedik. Dupla V-t tudod használni? Igen, mert megvolt. Használd, gyorsabban. És most a Q-val ellenfélre, azaz. Ez a képesség, ez valami marha jó. Nagyon erős. Ez nagyon durván kinyírja őket. Lőjed azt a te! Lövöm. Késő meghalt az ellen, a saját társad miattad. GG. Ez az orosz GG. Elmondom. Fejleszd a harmadik skilledet, illetve két skill pontot kaptál, kettő dolgot kell fejleszteni. Ez ultidat és azt. Úgy van. Ha jól tudom, neki passzív a passzív, igen. Azonnal fordul vissza, rátfordulnak a creepek, vagy elkezdődni téged a torrány, mindjárt lőni fog téged. Egyébként nem tudom, sokkal jobb lenne, hogyha volna erre valami lehetőség, hogy távolabbról nézzem a képet, mert az a baj, hogy én nekem komoly probléma, hogy nem látok. Az előbb is, mikor az volt, a kamerát az de mikor az volt, hogy mondhatod, hogy kit támadjak, egy pillanatra elvesztettem a saját karakteremet, és ez barom idegesítő, mert mert az a baj, hogy rengeteg RTS-t játszottam, és én soha nem volt bajom. Itt hát, meg egyszerűen túl közel van fix, minden. Mert fixnek kell lennie, hogy nem lehet neked nagyobb a képernyed, mint az ellenség játékosan. Hát ezek én az egész egy picit magasabb emelni, nem? Tehát mit tudom én legalább egy picivel? Nem tudom, nem játszottam az eredeti dotával. Vannak távolabbi képek. De ez hozzáteszem, hogy ez ilyen bizarr. Egyébként. Jó, benagyítani lehet, ez a maximum kint. Szállítasd ki majd a tárgyadat, vagy mennyi haza, tudod mit? Mennyi haza teljesen. Mert itt vagy a bázisnál. Menjél haza, megkapod, úgyis az életerőd, és vegyél majd, illetve nem tudsz venni meg. Hát csak nincs sok pénzem. Még kéne 35 arany. És látod, ott középen van buli. Most oda akartam menni egyébként középre, mert láttam, hogy fognak ide szórakozni. Ide lent menjél, és told be, alig volt HP annak a toronynak. Vegyél egy tekercset, és mehetsz. Várd meg, míg lesz még 10 aranyad. Igen, az annyi. 5, 4, 3. Mehetsz, és Y és oda a toronyra gyorsan. Úgy mi? Kivál, nagyon jó, pont így szoktam én is. És csak lőj autótokkal, így mi? Ezeket szeregesd le. Egy stratégi dolog, A betűt nyomsz és balra a földre rányomsz bárhol. Nyomd meg az A betűt, A, és a földre bárhol. Akkor attack and move, ez minden stratégiai játékban működik, és itt is. Ez azt jelenti, hogy elindul abba az irányba, és minden támad szépen sorrendbe. Menj a toronyra. Úgy néz, a creepeket hozzuk fel. Mennek a creepek. És a tornyot. Alig van HP, úgyhogy szerintem azonnal szét fog esni. Így mi? Nekik alacsonyan volt a HP a toronynak, úgyhogy denyolniuk kellett volna. De nem csináltak, mert butuskák voltak. Ebben is egyedül senki vagy, egyedül egyébként. Vagy. Nem igaz. Úgy értem, hogy a többiek elmentek balra, és arra készül, hogy nem biztos, hogy ott vannak. Ilyenkor a ellenség játékosai valószínűleg ott így van, be is rendezkedtek arra, hogy elkapjanak téged. Q és W, tudod? Mert csinálom. Alt Q kapcsolatba nyugodtan. Na megint, tehát megint az, hogy hol a fenében is vagyunk. Hát igen. Ez mondjuk... Bal oldalról támadnak. W, ez az, és lőd. Jó, ott a többieket is. Lőjed. De nem. Úgy mi? Toronyaló kifele. Menekülni kell. A kiért, én nyom meg a C-t. C. Na már a sniper befogott. Brucska duplán ölt. De nem baj. Fejleszd a skills. Holton is tudom fejleszteni, látom. Igen, azt lehet. Veszek tekercset, mit szólsz. Nagyon jól csinálod. És nyom meg az ide mindet, mert ilyenkor csak a talomba kerül. Ez az, amit nem fogunk érteni soha. Ő mit írt egyébként? Ezt majd beírjuk a Google-be, de nem fogom tudni. Általában ilyenkor szidják a társaikat, szidják a világot, szidják az oroszokat. A gyík embereket. Mindig van valaki, mindig mindenki más hibás.
Nézd ott addig a meccset, hogy mi történik. Nem ott, de lent. Fönt látod, ott tolja egy társatok, lent meg kettő. Menjél mondjuk segítsél középen. Na, az a legjobb, és akkor onnan elmehetsz bárhova. Tekercset használt középcsatoron. Jó, mindegy, úgyis csak oda fogsz érkezni. Jó, ezt már tudod. És indulja feléjük, látod? Oda, valóban. Azaz, mennyi föl. Csak gyorsan, gyorsan. A cint tart a kezed, azzal eltűnhetsz, hogyha nem vagy torony hatósugárban. Megölték a társaidat. Menjél a föntit, segíts betolni! Vigyázz, mert egyedül vagy, de... Tudom, látom, látom. A C-vel eltűnhetsz, láthatatlan válsz, csak hogyha utána támadsz, akkor... Ezen cooldown van, látod? 30 másodperc, ezt most azért nem szabad használni. Itt most át tudok akkor vágni, ha jól értem, és el tudok menni odáig. Így van. Ahol a társaim. De betolta az az egy társad már a tornyot, azóta a Razor. Ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon szeretem Razort egyébként. Így el tudja szívni az ellenséges játékosoknak a támadó értékét. Minél tovább így ilyen villám lasszót így beledob. Hogy jön neki több szegmensből áll a HP egyébként? Hát mert több az életereje, annyi. Nézd, ha rákattintesz, akkor láthatod, kattintsál válasz ki őt. Látod neki 1800, neked meg 910. Akkor... Ma a szintje is valószínűleg magasabb. Meg gondolom, hogy olyan karakter, akit arra alkottak. Nem, a szintlépés akkor valószínűleg többet kap erőre, illetve olyan tárgyai vannak, ami több erőt ad, és az erőből... És közel harcba gondolom, tehát jobb. Mennyi segít neki, azaz... Nem is ölt egy másodperc alatt. Ott megy. Próbálom megtalálni, de a francba, láthatatlan? Láthatatlan, de menj utána a Razor után. Megyek. Egyébként így meg tudja... Baromi gyors, azt hozzá kell tegyem. Van egy ilyen Facebook-ca, és ő erre megy az egész, most elnyomja az ultimate képességét, mindenki a közelében nagyon durván sebződik. És van egy ilyen Facebook-ca, illetve még ilyen gyorsító cuccai, és mindenkit bedarál ezzel. Ő valószínű, nincs... Facebook-ca olyan, mint a Facebook. Leon, kap be a W, és Q utána már mehet rá, támad, a másikat támad akkor. Ilyenkor váltsál célpontot, nyugodtan. Nagyon jó, menjél vissza. Menekülök, mert lő a toronc. Jó, visszafordul, lövi a creepeket. Támad, segít, megölik a társadat. Nem szó, túl messzire menekülsz még, az a probléma. Hát, basszus, egyszer nagyon... C. Egyszer megnézném, hogy a saját parancsaidat hogy tudnád követni. Egyébként, jó, oké, csak ebből én úgy... Mert te úgy mondod, mintha te játszanád. Igen. És ezért tudod, hogyha azt mondod, hogy vissza, akkor az mennyire jelent vissza. Nem tudom megmondani. Amit látok, abból mondom azt, hogy szerintem mindig túl sokat mész vissza. Szóval elindulsz vissza, és akkor mész 2-3 másodpercig visszafelé, de az már sok. De még mindig lőttávolban vagyok, szóval nem tudom, nem mit jelent a sok és a nem. Meg utána újra elkezdesz a creepekkel foglalkozni. Ha csapat harc van, akkor ne a creepekkel foglalkozz, hanem menj és nézd meg, hogy a többieknek mire van szüksége. Valakit próbál. Tárgyvásárlás, 1800 aranyat van nagyon sok. Az is jó, hogy nem. A legelsőt meg tudod venni, az nagyon jó, másodikat is meg tudod venni. Azokat rögtön kérheted is. Nem tudom. Ide mindet, azt nyomjad, mert ezek két nagyon tápos tárgy, és még mehetsz egy teleport tekercset is. És most az kéne, hogy a társaidokkal együtt lész tovább. Ők hol is vannak most? Hát szét van egy középen, szóval a középen azt meg fogják lepni, én úgy láttam, hogy... Akkor ott... oda menjek? De oda persze. Hát adott a barna. Most az ennem van, látod? Ez az, menjél oda, és hárman vagytok, úgyhogy összehangoltam. Figyelj rájuk, és creepekkel ne foglalkozz most, jó? Ott egy narancs. Menjél oda, kapd el W-vel, B-n is le, és akkor nem tud elmenekülni. Hol van, nem látom. Ott balra, ott fut, W majd az arcába, nem fogod tudni el. Balról jön valaki. Vagy jobbról, bocsánat. Én ezt akartam mondani, én is, hogy nem balról, mert a női kezek invannak. Másik karakter sem mondom meg. Jobb bal, az mindig összekeveredik. És a nőknél ez így van? Ez... Sajnos úgy lettem észre. Nem akartam szexista lenni. Ez a szexista gurú. Igen, de sajnos. Első része. Nincs. Ott az kap, de hát ne fordulj vissza állandóan. De muszáj voltam, de nem voltam hárma, nem voltam altkún. Jó, de nem kell, de most, jó. Ne fordulj vissza állandóan, nagyon négyen vagytok, támogass a társaidat. Nézd, hogy ott van egy, már lőheted is. Nagyon jó, megkapta. A többieket is ott vannak még. Ott van egy, mögötted, azt. Nagyon jó. Most a sniper nagyon lő téged, de nem baj, menjél. Látod, megint csodat lesz vissza. Csak egy másodperc. Azt, ott, nagyon jó. Kapd el.
Ugye Altku bent van? Igen. Folyamatos kisikapcsoltam még akkor. Most vigyázz a tornyokra. Hát lehet, hogy menjél ezt... jobbra ki. Oda. Úgy. És lőd le a creepet. Kapcsolt ki az Altku. Maradj itt, ne menj hátrébb. Életben maradsz akkor talán. Segíts leszedni a creepeket, még azt a... Ott azt, ne menj máshol. Menj onnan majd úgy, hogy... Állj meg ott. Ott egy torony, ez a baj. Ez meg fog jönni. Ezért mondtam, hogy bemész a tornyok alá, az ilyen dive-os dive-nak hívják, azt akkor ott arra is legyél felkészülve, hogy ki tudsz megjutni, mert pár lövéstől a tornyomtól elpusztulsz. Jól láttam, hogy ezt tudtam felhasználni. Igen, azok az alapképességeid, látod, hogy az erő, az ügyesség és az intellekt. Ezt is fel tudom húzni, tehát magyarán csak az alapkép szkijeimet is tudom erősíteni. Egy idő után igen, már csak azokat tudod, azt hiszem, nem tudom, 15-ös szinten kapod meg, azt hiszem az utolsó olyan skillt, amit még... Aha, 15 vagyok egyébként, érdekes. Még egy ulti képességre rakhatsz, azt hiszem azt a következőnél, pont a 16-nál, és attól kezdve csak az ilyen alapképességeidre rakhatsz. Oda egy pontot ráraksz, illetve igen, egy ilyen képességpontot, és fejlődik minden három. Mint a kicsit lelassult volna egyébként a játék, úgy az újra, igen, mert nem jók a támadásaitok, nem összehangoltak a támadásaitok. Valaki ki is lépett. Ajaj, ez nem hangzik jól. Most egy pillanatra hagyd kérem el tőled az egeret. Annyi, hogy ezt eladjuk. Megvesszük ezt. Az miért? Honnan tudom, hogy mit kell adni? Hát azok ilyen kezdő csomag, az ilyen kezdő játék elején volt ez, és ezt már nem nagyon lehet mivel fejleszteni, kivéve ez a Ring of Aquilával, de arra neked nincs szükséged, ezért inkább beladjuk. Nem adnak akkora bónusz, mint amennyire szükségünk van a pénzre máshoz, úgyhogy inkább menjünk ki. Na, egy kicsit átveszem itt tőled az irányítást, megpróbálom én. Megnézni, hogy tudnánk menni. Na, akkor kimegyünk. Xax, az. Azt gondolom, ha. Ami van, hogy azért vettük a Shadow Blade-et egyébként, hogy el tudjál menekülni az ilyen helyzetek elől. Többiek meg Roshant akarnak ölni, ami jó dolog, de mi nem fogunk. Hanem szépen innen megpróbáljuk meglepni ezt a játékost. Aha, nem olyan buta ő. Menjünk Roshanozni. Ezt már ugye egyszer mutattam neki. Igen, emlékszem, én... mert egyszer meg is mutattam. Nagyon megint ezt fogunk már. Ajajaj. Szépen lassan fog menni az életereje. Jó, felveszi. Az Aegis azt csinálja, látod, mutatja, hogy kivette fel. Ez egyébként az ellenfél is látja. Hogy újraéled az a játékos, akinél van. Emlékszem, ezt a múltkor megpróbáltuk használni. Sőt, sikerült is, csak aztán újra megöltek. Igen. De nem baj, a szándék a fontos. Megyünk most négyen. Be kell tolnunk a tornyot. Hoppá, arra mennek a többiek. Látod, azért pingelgetnek, mert mutatják, hogy merre kéne, vagy merre akarnak menni. Egyébként te vagy itt a Keri, neked kéne minden a hátadon itt a csapatod, de... Hoppá! Úgy látszik a zöld. Az nem igazán törődött azzal, hogy... Az a lényeg, hogy ne lássanak. Hogyha creepek vannak a közelben, akkor ők oda látnak. De így... Fenébe. Á, felment az emelkedőre. Szépen lassan be kell tolnunk a tornyot. Mi az, amire szükségünk van? Megpróbálom kicsalni, erre van szükségünk. Megpróbálom kicsalni a többieket azzal, hogy itt maradok. Megvitt ezt a nagyon jó. Igen, itt már nem jó ez nekünk. Főleg úgy, hogy gyenge mű a torony. Az a baj, hogy Razor nem jött. Egyébként látható, hogy itt eléggé le van gyengült, mintha itt megállt volna a tudomány. Szóval már nagyon régóta ugyanannyi az egyetlen területnél játszunk. Így van. És egyszerűen nem történik semmi. Tehát... Azért, mert... Na, már meg is emeletted a egyetlen olyan kifejezést, amit szerintem már minden Dota játékos. Melyiket? A cika. A cika? Ez hát mit is jelent pontosan? Szuka.
hogyha így kiolvassuk fonetikusan, az meg szerintem eléggé ja, magától értetődik, hogy a szuka mit jelent. Milyen szép szó. igen, igen. Várjál, megpróbálom kiolvasni. Pizsnyim, mi a... Ja, oké. Plusz egy, oké. Ez a nyelvjegyszerű gurúval újabb felvonása. Ato vonyin szuka vzse. Aha. Ennyit erről. Ez egyébként mit akart jelenteni? Fogalmam sincs. Az a baj, hogy ez így hosszú játék lesz, de kiléphetünk bármikor. Ne akar ennyire menekülni. Nem, nem fogunk. Az a probléma, hogy sosem megyünk együtt. És jól látom, most emberhiányban vagyunk egyébként? Igen. És jól látod, hogy emberhiányban vagyunk. Mert valaki tőlünk nem játszik. Vardokra van szükségünk, nem csak vardokra, győzelemre is szükségünk van. Nem baj, szépen lassan. Ez az lehetik ezt a skillt. Hopp. Mindjárt. Onnan megyek. Ne. Hol a másik? Ezt elkaptuk. Az a Leon az szerencsére nem túl jó játékos, úgyhogy... Azzal nincs gond. Ott van! Majdnem az összes többi jó. Nem itt olyan jó, hogy simát is elkapszálnak. És a többiek... De most komolyan vissza... Pingelnek nekem, hogy menjünk oda. Kezdődik, srácok, itt szokott kinézni egy dotta játék. Nem, egyébként vissza. Igazuk van, én voltam a buta, mert inkább a játékosra mentem, de érted, pingelnek nekem, hogy ott van. Azt hiszem, ez azt jelenteni, hogy menjünk, öljük meg. Ez azt jelenti, hogy ott van, ott fogsz megdöbbenni. Ott van, menj oda, haj meg. Ez azt jelenti, csak ezt így mindig elfelejtem. Hát ott ültől szoktam. De ami fontos, az tényleg az, hogy betolni a tornyot, csak Dragon Knight 20-as, de most szerencsére meghal. Na, akárhova mész meg, ha ezt tudtad. Jó, egyébként, ha oroszok, most hirtelen eszembe jutott, hogy John Bart kolléga nem semmi orosz, ilyen, hogy mondják, Deskem videó? Ugye, Deskem. Deskem videó összejelentést készített, azt hiszem, Janicsár 1986 a profia, nézzétek meg, és így elmúljatok, hogy ez a deréknép milyen remek alkotásokat tud az utakon művelni. Szerintem itt a elmúlt évtized legkirályabb dolga az orosz Deskem kamerák. Azért gonosz vagy hozzá kell tegyem. De tök jó nézni ezeket így, hogy úúúú, mekkora karambol, és igazi csak addig jön, amíg meg nem sérülsen. Igen, én is addig, ameddig nem azt látjuk, hogy szerencsére emberek repkednek, ebben mondjuk ilyen nem nagyon volt. Nem. Egy nő volt, aki szegény megtanul repülni, de talán az sem. Valószínűleg egy lábtörésről megúszta. Vagy egy medence. Azért enyhén szólva a sors irónia, hogy egy rendőrautó gázolja el, tehát helytelenül előzve, szóval szabálytalan előzésen. Két sávot kielőzött a szembesávból, és... Szirina nélkül ment meg kérdezni, tehát egyébként az minek? Ez hülyeség, azt a gyengéknek találták ki. Ja. Megint írta valaki egy cikke. Igen, mert most elmondom, mi van, a mi Bounty Hunterünk az kb. Ilyen rossz, mint az ő Lionjuk, ami azt jelenti, hogy itt a Bounty Hunterünk a szépen farmolgat, miközben a többiek így ledarálják azt, aki valójában rendesen próbálja tolni a sávokat, és ő itt sunyog. Ugye tudjátok, hogy az interneten az anonimitás az milyen csodálatos dolog. Most képzeljétek el, ez a sok ember egy nap így együtt játsz, és így megölnék egymás dühükben. Így neki mennének. Nyakad! Ennyien szegény ember. Nyilvessző, a nyakadban esze. Vicces, puszta kézzel, fejre csavarás. Na, ezért kell oroszul tanulni, látjátok, gyerekek? Ezért is. Akkor egy pár év múlva ne fázzatok, mikor elzárják a gázt. Az X a H, csak szólok. nem az N volt a H? Nem, az N a H. Nem tudom. Na, jó lehet. Jó, már nem, már mindegy, már. Már teljesen mindegy. Már teljesen lényegtelen egyébként. A legfontosabb szót, hogy cika, azt megtanultuk. Ez a mai tanulom lényege. Mai dota mérkőzésben. Kéne egy ilyen külön felvonás egyébként, hogy tanul a noob, hogy káromkodjunk a játékban. Igen. Úgy, hogy ne bannoljanak ki, mert ugye tényleg egyébként a csúnya szavak, hogy bannoljanak? Igen. Angolul sem? Tehát, hogy fakít, fakúd, akkor sem? Ez jó. Lehet, hogy tudnak jelenteni. Penalty járja. Ó, bakker. Várj, hogy szoktad? Menj onnan! Mit csinálsz? Menj onnan! Te vagy itt! Nem, láthatatlan voltam, de használtak egy dustot.
Elmondom, mi történt, csak hogy tanulja belőle. Elhasználtam a Shadowblade-nek a láthatatlanságát, amivel láthatatlanná váltam. De úgy tűnt, hogy semmi nem használ, mivel a láthatatlanságomra volt nekik egy ellenszerük, ez a Dust. Az egy ilyen területre ható portál. Gyakorlatilag úgy is látszódni fogsz, igen, így rátapad, és attól kezdve a láthatatlanság nem működik. Hát működik, csak nincs hatása. Tehát nem működik. Köszönjük szépen, ezt lefordítom. Na jó. Veszünk egy late game itemet, egy olyat, amivel nincsen sok gond. A late game itemek azok olyan tárgyak, amiket gondolom ugye a játék vége felé érdemes menni, amikor már nagyon hát, pörög. Persze, amikor... És mik ezek az items, situationalize? Ez valami olasz lehetetlen, azt szerintem, aki írta. Ez helyzetfüggő tárgyak, akik készítők itt a guide-okat, azok olyanokat raknak bele, hogy BKB, mit tudom én, ez Black King, bár az BKB-nak növidítik. Egyébként a kereső megtalálja így is. Nézzel. Egyébként te mindig ezt a guide-ot használod? Nem, szoktam meg. Hogyha olyan hősökkel játszok, akikkel szoktam sokat, egy dróval nem szoktam, akkor azoknak saját guide-juk van, én általában support hősökkel játszom, és ott azokat használom, amiket én készítettem saját magamnak. Értem. Szóval próbálsz jó fejlődni saját magadban. Próbálok így van, kicsit okolni. Okosítani magamat. Az az igazság, hogy már csak két sávot kéne betolnunk, illetve ezt a harmadikat kéne betolnunk, akarom mondani, mert két sávval be van tolva, és akkor meg a creepjeink lennének. Ami azt jelenti, hogy ez mi creepjeink már egyébként ebben a sávban, meg ebben. Jobbak és erősebbek. Igen, azt én is nézem, hogy nagyon erősek. Nézd meg, hogy bontják azt a tornát. Azért van, mert lebontottuk az ő barakékat, és ilyenkor a mi sávunkon lévő creepek erősebbek lesznek, úgynevezett mega creepek. És a mega creepek eleve sokkal kevesebb pénzt adnak nekik, tehát fel annyit, mint amennyit alapból, és erősebbek, és így azt a sávot már mindenféleképpen védekezniük kell. Ilyenkor egyébként mi értelme van még védeniük a játékot? Semmi esélyed nincsen megfordítani az állást? Semmi. Ha már két sáv be van tolva, nagyon kicsi az esély arra. Van rá esély, mert már volt olyan, hogy én is ezt tettem, hogy ezt így megfordítsd. Meg is nyertik emiatt egyébként, mert szépen a creepet legaráltak. Igen, azt nézem, én is a creepet szétszették. Ez azért jó, hogyha be van tolva egy sáv és a barakok, mert azon már egyébként nincs utána már dolgod, és a creepek amúgy maguktól is tolják be, fel nekik ott védekezniük kell. Nézzem, milyen jó volt a 5 kill, de hát Razor vitte a meccset. Igen, azt nézem én is, hogy ő azért elég durván tolta. Witch Doc is nagyon jó volt természetesen. Hát nem csak a killek számítanak, ez egyébként egy elég rossz dolog azt nézni, hogy kinek hány killje vagy halálja van, és az alapján értékelni játékosokat. De Razor nagyon jól játszott, igen. Itt vagy nála már volt Black King Bar, Arcanim Scepter. Az Arcanim Scepter is egy nagyon fontos alaptárnak számít, de nagyon drága, amit látod, 4200. Igen, azt nézem, hogy ez az ultimate képességhez ad valamilyen bónusz, nem mindegyiknél működik, de ez is egy ilyen alaptár. Shadowblade-je volt, lehet a Snipernek is, Vipernek is, és neked is. Ez ilyen érdekességek. Egyébként majdnem minden, nem, bocsánat, minden meccset meg lehet nézni utána. Itt azt hiszem, rámegyünk a profilunkra, és akkor meg lehet nézni az összes meccsedet, amiket utoljára játszottál, és akkor le lehet tölteni azokat itt a mérkőzést, letöltöd, és akkor meg lehet nézni. Hát megmondom őszintén, ez így tanulságosabb volt, mint bármelyik botos játék. Ezt kell erőltetni, igen. Ez nagyon más volt. Láttam, hogy ezek igaz emberek. Láttam, hogy mekkora problémát okoz az, hogyha nem működik teljesen a kommunikáció. Értem, hogy miért szoktatok barátokkal játszani, mert itt legalább az, hogy egy pillanatra nem tudtam követni, mi történik, mert nem volt, aki mondja, mert ugye te figyelted, de az sem igazi. Tehát az nem sem mindig jobb, mert én is csak egy helyre látok. Igen. Szűkülve ilyenkor a... Pontosan. És emiatt így azért a... Jaj, de cuki, az a kis PC grulogót. Szóval, hogy ez így a valóságban nagyon-nagyon durván károsítja a játékmenetet. Szóval igen. El nem tudom képzelni, mi van akkor, amikor egy ilyen komolyabb meccsen valaki iszonyúan elront hát valamit. Úgy kell leülni, hogy úgyse érdekel, hogy mi lesz, ha pubba mész, mert akkor különben agyvérzést fogsz kapni. Meg az sajnálom egyébként a Dotában, hogy nem lehet feladni a mérkőzést, az szerintem nagyon hiányzik belőle. Hogy látom, hogy már rég veszítettünk. És nincs esélye, és nincs arra, azt mondta, hogy oké, hogy szavazzunk rá, hogy feladjuk el a meccset, 5-ből 4 szavazat összejön, akkor feladtuk. Jó, de nem lehet, végig kell szenvedni. És van úgy, hogy az ellenfél játékosa inkább még húzzák az időt, csak hogy a killeket szerezzenek, és akkor még 3/4 órán keresztül az van, hogy téged ölnek.
és az nagyon frusztráló. Magyarán folyamatosan szenvedsz, akár fél órán, de csak azért, mert az ellenfél tudja nagyon jól, hogy esélyed nincsen már, de ő ezt kihasználja annak érdekében, hogy ő jól érezze magát. Ez nagyon idegesítő. Ez nagyon furcsa tulajdonság igazából. Ilyen ancient, vagy nem tudom milyen farmnak hívják, bocsánat, well farming, hogy így odaállnak, már lelőtték az összes tornyotokat majdnem, és így odaállnak a megszületési pontotok mellé, és így elkezdenek titeket így kilkolászni, miközben már tudják, hogy ki sem tudtok onnan jönni. Az már általában nagyon a vége, de van úgy, hogy úgy bemennek inkább vissza az erdőbe, és még farmolnak, hogy nekik meglegyen, mit tudom én, még valami nagyon durva tárgy, hogy azzal alázzanak téged halálra. Na, az már akkor végképp bosszantó. Hát jól van, jövő héten mi lesz? Megpróbálunk még egyet? Persze, majd megpróbálunk az még egyet, még gyakorolni kell ezt még. Az utolsó dotás rész, mert már tudjuk, hogy nektek is lassan a hócipőtökön jön ki, vagy a könyökötökön a hócipő, vagy valami ilyesmi. De úgy gondolom, hogy egyébként az alapokat már így is nagyon jól bemutat. A következő héten még egy meccset játszunk, akkor megígérem, hogy én fogom be is fejezni. és hát akkor találkozunk jövő héten, aztán egy egészen új játékkal fogunk később ismerkedni. Addig is rátok bízzuk, hogy vajon kitaláljátok, hogy melyik lesz az. Sziasztok! Sziasztok!